Hazasátorajói helyi diák szavalhatja el a Magyar Kultúra Napján Nemzeti Imánkat a himnuszt, aki az évtizedes hagyományokra visszanyúló általános iskolásoknak rendezett himnusz és szózatszavaló verseny győztese lesz. A megmérettetés idén sem maradt el. Egyik évben himnuszt szavaljuk el, a másik évben a második nemzeti imánkat, a szózatot szavaljuk el. Az idén azért esett ismét a himnuszra választásunk, mert tavaly is himnuszmondó verseny volt, hiszen a Magyar Kultúra Napján a himnusz születését ünnepeljük, erre emlékezzünk meg, és ugye most van a himnusz születésének a 200. évfordulója. Ezért tartottam fontosnak, hogy ebben az évben is a himnos szavalatát szervezzük meg, meg. A város iskolái számára lettek meg, lett meghirdetve a verseny, mondhatom minden iskolából volt jelentkező, sajnos a, az élet közbeszól, mert volt, aki visszalépett megbetegedés miatt, de hát ilyen sajnos mindig előfordul, úgyhogy így nyolcan méretették meg magukat a zsűri előtt. Az idei első helyezett arról beszélt híradónknak, mit jelent számára a szavalás, és hogy természetesen nem ez volt az első megmérettetése. Természetesen voltam más versmondó versenyeken is. A Magyarnak lenni jó című versenyen is részt vettem, ahol második helyezést értem el. Nekem sokat jelentenek a versek, én szívesen mondok verset, és mint hobbi úgy tekintek rá is, mint úgymondva munka, mert szeretem ezeket hallgatni és mondani. A fiatal arról is beszélt, mit jelent számára a himnusz. Haza szeretetet, ugye felidézi a dicső múltat és a nagy kudarcokat a történelmünkben, és ez nagyon jól megfogalmazta kölcsei. A pedagógusok szerint nagy elismerés a győztes számára az, hogy szerepelhet a magyar kultúra napi rendezvényen. Én úgy gondolom, hogy hatalmas dicsőség és kitüntetés is, ugyanis a városi rendezvény az nem csak a város rendezvénye, hiszen a Magyar Kultúra Napjára nagyon országos hírű szavalókat, illetve előadókat hívnak meg, egy nagyon nívós ünnepéről van szó, és a gyerekek számára nyilván, aki megnyeri a versenyt, annak nyilván egy kis félszés, hiszen ekkora közönség előtt kell újra előadnia, de úgy gondolom, hogy egy életre szóló élmény számára. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett díszünnepségre január 22-én vasárnap kerül sor a Magyar Nyelv Múzeumában Széphalmon.